Sziasztok, csak négy szót mondok. Deák Média, Zenerovat, első rész, Hartman Ádám. Na, szóval az első kérdésem az lenne, hogy miért pont gitár, és miért nem mondjuk zongora, meg hogy jött ez az egész gitáros őrület? Igen, ez a gitáros őrület. Tizenéves voltam, akkor engem is a rock zene ihletett, tehát ilyen Guns N' Roses, meg akelákat hallgattam, tehát mindenféle olyan gitárzenéket hallgattam, és nagyon érdekelt. Továbbá nagybátyámnak volt egy zenekara, amiben gitározott, és akkor megláttam, hogy gitározik, igen, egy rock zenekar, hát egy ilyen punk zenekarban. És megláttam, hogy gitározik, és azt kellett, nagyon tetszett nekem. Rettenetesen tetszett nekem, ott meg is fogdostam ott a gitárt, ott fogalmam sem volt, hogy mit kell játszani. Hát az első fontosabb dolog az a tankcsapda turné volt. Azt hiszem ez 2001-ben volt, de hát így bajba vagyok az évszámokkal. Hát régen volt. És sose felejtettem, azért vettek be abba a zenekarba, mert hogy mennyire jól tudok headbangelni. Mármint így rázni a fejemet. Na mi van, gyerekek, akkor? Van, aki abban hisz, hogyha valaki megfog egy hangszert, és kényelmes, akkor az úgy neki jó. Nem tanít technikát, csak standardeket mutogat. Egyszerűbb, hogyha csak ezt a három hangot fogod. Melyik három hang? Ja, ennyi? Persze, ez kvintek. És... Ennyi volt már a Deák Média, jövő héten megint találkozunk. Sziasztok!